Szép napot mindenkinek, én Dezső Metszajok, és elkezdtünk a legújabb videómhoz. Itt van velünk Farkas Tímea. Szia Timi! Szia Bence! Milyen a Brodapestben szerepelni, ne haragudj! Úristen, picit izgulok, ne haragudj! Nagyon jó! László Patrik megütött a sok nézőnek a fülét, hogy drágámnak hívott téged a második részben, ami már elérhető, link a leírásban. Mi ennek a vonzata? Miért hívott téged drágámnak? Mert akkor még kedveltük egymást, ne aggódj, a második résztől nem így lesz. Nagyon várjuk. Elérkeztünk a legújabb videómhoz, amiben ugye Timivel megint alkotni fogunk, szerintem. Igen. Úgy indultam el ide, amikor én otthon felöltöztem és elindultam a lakásból, hogy Dezső Bence azt mondta, nyugi-nyugi kéz nélküli kihívás lesz. Majd így benyomtam, amikor ide értem, hogy ja, amúgy csávok, nevét fogom neked bemondani, jó? Hát tekintve, hogy Timi jelenleg szingli, még mindig. Nyakába veheti a várost, neveket mondok neki és elmondja, hogy a srácok azok bejönnek-e neki, vagy sem. Yeah! Yeah! Ha még a Happy Jump a régen, tudod? Hogy? A Happy Jump. Tudod, amikor... Mi a Happy Jump? Ja, tudom, az a kis... Yeah! De... Mondok volt ilyen hangja. Dominik, vágd be! Ha nem láttátok volna az előző videót, ott van a link a leírásban, gyertek át a másik csatornámra is, mert hogyha most már másik csatornám is van, ott is Timit megpróbálom majd beszervezni, ott, már, itt, ott vetkőzni kell. Ja, mehet, ennyi lesz jó. A lényeg. Illetve a Brodapestet se hagyjátok ki, minden link a leírásban ott van. Hát meg ugye én, hát én jó magam. Igen, is. Meg hogy ti kövessétek be. De az mindegy, ez ugye, ez alapvető. Na, halló, haladj. Szóval. Férfi neveket várok. Smash or pass. Tehát a smash, az a... vagy mondjuk magyarul. Vagy a... Mondjad magyarul. Adnád, vagy nem adnád. Jobbra, balra, vagy pirozul. Nem. Adnád, vagy nem adnám, jó. Nem adnám. Jó. Ez így jó. Szóval az első név, akit mondani fogok neked, csak hogy egyből bele a közepébe, I am Fülöp. Ugye Fülöppel azért, aki követi aktívan Timit Instán, az láthatja, hogy együtt alszanak, együtt filmeznek, együtt edzenek, mindent együtt csinálnak, és hát sokakat érdekel, hogy mi van Fülöppel, és hogy adnád, vagy nem adnád. Itt most egy olyan világról beszélünk, ahol tényleg nincs párkapcsolatod, ahogy jelenleg sem, úgyhogy... Na jó, tehát most egy olyan, hogy egy olyan... Úristen, nagyon összeakadtak! Ez jelent valamit. Egy olyan univerzumban lennék, ahol mi nem vagyunk barátok, hanem mondjuk csak nem ismerjük egymást. Igen. Akkor adnám, mert nyilván szemem van, tehát a Fülöp nyilván jól néz ki, de mivel túlléptük már ezt a zónát, a friendzont is, tovább léptük már. Én már mit úgy értem, hogy már inkább az ilyen testvéri vonalat képviseljük, így nyilván nem tudnám ezt most így jelenleg elképzelni, szóval nem adnám, de ha nem ismerném, amikor mondjuk legelőször láttam, akkor azt gondoltam, hogy adnám, de bár ez másodjára elmúlt. Hagyjuk következni ember. Második név, amit egyébként szintén nagyon sokan írtak, Manuel. Nem. Miért nem? Mert én nem szeretem. Hát te nem akarsz te lenni a kicsi lány? Nem, nekem nem utas semmi az élet. Jó arcom ugye Manuel, meg helyes gyerek, csak én inkább az ilyen idősebb férfiakra, vagy pasikra így. És ha idősebb ha lenne? Hát egy, mondjuk egy 10 évvel idősebb akkor lehet, de ki tudja, hogy nézni ki 10 évvel idősebben. Nem tudom, tehát az ilyen 27 alatti, aki ne nagyon. Tehát akkor nem adnád. Jó, van egy srác, aki mondjuk, akivel mondjuk pont halálszerelmes vagyok, és ő csak 22. De mondjuk ezt nehogy lebukják, hogy megtudja. Most töltöttem be, Timi, akkor tudod? Akkor 23. Ja, jó. Amúgy lehet tényleg 23. Na mindegy, szóval, hogy nekem a Manuel az fiatal. Nem adnám. Következő név, és erre tényleg nagyon kíváncsi vagyok, Bi Alex. Nem. Nekem nagyon nem az esetem. Nem, semmi. Nem? Nem adnád? Nagyon, nem. Sem, abszolút nem. Okay, következő. Sem, de tényleg, nem, no way. Ennyire nem? Igen. Oké. Okay. Szender Milán. Aj, nem. Most miért álltunk le? Most miért hát álltunk? Nem. Ugyanaz a... Tehát a Fülöp meg a Manuel kombója, hogy fiatal, illetve a barátok vagyunk, és ne. Akkor nem hoznád. Nekem túl fiatal, és túl... Nem vagyom úgy piros nem, nagyon, tehát hogy... Oké. Nem, tudod, nagyon nem volt tudom sminkelni, és véletlenül pirosítót raktam fel a pirosítóhelyet. Persze, higgyük el. Jó. Royal Szabi? Szeret. Ne már! De te ezt kérdezik, én mit csinál? Na azért. Helyes gyerek, meg fukszok fel vannak rakva neki. Azért. Megint miért pirul?
Mert eszembe jutott, hogy a Szabi megkérdezte, amikor volt a Prada forgatás. Hogy? Hát ezt. És akkor mi volt rá a válasz? Poénkodtunk, de amúgy nem. Poénkodtatok, mi volt rá a válasz? Az, hogy igen. Szerintem, de amúgy nem. Persze, robokhatunk tovább. Szerintem ezt lezárhatjuk. Nem már. Az egyik legjobb barátnőm a Huka. De nem, ne kérdezgess már ilyeneket. Egy tök-tök másik világba exportálsz engem ezekkel a kérdésekkel. Mit csinálják? Ezeket írják. Tessék, akkor mondok olyat, aki Shawn Mendes. Tessék. Na, őt adnám. De miért? Kicsit idegesít, hogy van barátnője, de őt adnám. Idegesítő? Befordul minden éjszaka TV és vacogva alszik el, hogy Shawn Mendesnek van barátnője. Amúgy nem néz ki olyan jól a csávon, mint amennyire fel van hype-olva, de egynek nem rossz. Az anyukám jól ráraktad. Az kemény. Olyan jól nem nézed ég ki. Hát szerintem, mármint így nekem nem annyira az esetem, mint amennyire meg vannak érte halva. Tideni. Nem, mert ugyanaz, hogy nekem fiatal. Mert ő hány éves? Nem elég. 21-2. Ja? 20. Jó. Akkor nem adnád. Nem. Nekem, én nem tudok az ilyen 21-2 éves srácokra így Tini, nézni. Kit mondjak neked? Hát várjál, akkor... Hát mondjuk... Jason Statham. Nem kell Jason Statham, izé, a barátok közből a... Hogy hívják? Willy Bárcs! Barátok közt Willy Bárcs. Barátok közben volt egy jó. Volt egy jó csáva? Volt, hogy is hívják. Nem tudod. Aki egyszer kirabolt valamit. És egyszer rájöttem, rossz fiúkat kell Timinek mondani. Valami volt, valami irodába betört és kirabolta. Na, az, ha látja. Kirabolt engem is. Úgyis költözködek, mindkét lakás lehet rabolni. Olyan világról beszélünk, ahol az adott személynek ugye se párkapcsolata nincsen, se felesége, tehát itt most nem akarok belemenni az ilyen házasság megrontott dolgokba, viszont nagyon sokan írták Majkát. És ő viszont a idős annyira, ami neked úgy bejön szerintem. Vagy az már túl idős? Neki meg a stílusa nem tetszik. Hát neked semmi se jó. Miért? Mi? Izé, énekel, tévében van, nem néz ki rosszul. A stílusa az nem az én stílusom, és így azért így nem. Mi nem tetszik? És nem akarok rá beszélni. Olyan mi? Tudod, én így ülök. Ő meg így. Ő meg így. Ez így teljesen elme van, elmagyaráztatta, hogy mi a helyzet. Jó, oké. Puskás Peti. Ő nagyon jó fej, róla nem szabad rosszat mondanod. Na. Hát a kis bajsza nekem nem. Te neked... Nem, de... Nem, de hogy... Az a bajusz, azt talán ha leszedni. Akkor nem adnád. Barbi. Megint beletaláltam valamibe? Legalább. Fura youtuberekkel játszani. Tehát, hogyha fordítva lenne, és én kellene mondjak youtuber csajokra ilyesmit, én itt süllyednék el. Nem kell zavarba lenni. Most nem zavarba vagyok, csak igen. Próbálom megfogalmazni. Igen. Nem. Diplomatikus. Jól van. Na szóval, hogy nem néz ki rosszul a Barney. Igen. Tehát jól néz ki. Igen. Hát csak nem. Mert nehéz elképzelni, hogy egy olyan világban élünk, ahol senkinek nincsen senki, és senkiről nem tud semmit. Tehát különböző eseménysorozatok miatt nem. Nem, csak nehéz belegondolni magad, most ha mondanék egy youtubert, nem tudnál. Mondj egy youtubert, sajt, nem létezik Rebecca. Jó, várjál. Mondjál, tessék. Jó. Dobjál be egy nevet, csak úgy. Tessék. Mert. Azért megölnek. Mert. Úgy, ahogy kell, tessék. Inez. Nem, mert Rebecca megöl. Inez. Nem! Amúgy nem. Én nem adnám. Kész. Tessék, ez így működik. Akkor... Jó, tehát akkor Barnit megbeszéltük, nem adnám. És mondjuk azt kérdeztem volna, hogy Karin. A Karin Dragos? Igen. Őt se. Ne, ezt tényleg őszintén mondom. Semmi rossz indulat nélkül nem. Jó. Én tudom, hogy a válaszok mögött igazából a Rebecca ül. Mis. Hát őt adnám. Na látod. Na látod. Miért? Ez így kell. Neked nagy szerelmed volt. Nem. Tudom én. A zenéig voltak a szerelmem. Igen, szívedhez szóltak és egyáltalán nem éreztél semmit. Hogyha a Majka túl, akkor a Mis nem túl. Ja igen, hogyha a Majka így, akkor a Mis nem. Nem, mert a Mis teljesen máshogy van így. Egyáltalán nem értem. Ha a Mis jó zen, akkor ő is így. Szóval akkor a Mis az igen. A Mis az, ha már neki olyan. Ő menő, nem? Az. Őt még én is. Ezt tudja jól. Csóró Lali, tessék!
Azért jó csávú lett belőle ahhoz képest, ahogy kezdte, ezt azért mind a ketten kimondjuk. Igen, de nem. Nem elég rossz fiú, vagy mi van vele? Nem. Én az ilyen macsós fiúkat szeretem. Macsós fiúkat. Tessék, akkor Joe, ott van az én. Hát igen. Igen? Igen. Az igen, anyukám. Tudom már, hova kell tapintani, hogy neki bejöjjön valaki. Az igen. Meg amúgy egy fokkal fiatalabb verziója sem rossz. A fia? Igen. A Ricsi? Szuper. Vagyis hát nem láttam egy 5 éve róla képet kb. Vagy nem tudom. Kálai Sanders András. Nem. Na, vele álljunk, állj, tehát hogy nem ezen a lényeg a videónak, hogy én ki akarjak, de vele mi a baj? Az, hogy ő is túl ilyen jó gyerek. Nem néz ki rosszul, nem jól néz kiigazodni. Ki, csak én nem adnám. Itt nem az a kérdés, hogy ki az, aki jól néz ki, hanem hogy ki az, akit én adnék, és hiába néz ki és jól. És akkor nem adnád. Nem. Diaz, well hello-ból, tessék. Hát azt igen. Pedig ő nem rossz fiú, meg ő nem olyan gangsta, tehát hogy... De! Kicsit, hogy leszűnt róla, hogy nem tudom. Na. És hiszem, hogy én pirulok el, nem értem miért pedig. Jó, mert mondjuk ki. Istenem. A legutolsó, úristen, ezért mit fog kapni ide után? Nem. A legutolsó szem, mi az? Tudom. Mi? Hogy ki. De miért? Honnan? Mondjad. Honnan de válaszom nem. Mondjad. De honnan tudnád? Jó, mondjad. A legutolsó személy, és ezzel zárjuk a videót. Kit akarok mondani? Kit akarok? Na, mondjad ki! Német Bálint. Ja. Tessék! Idős eléggé! Rossz fiú, te tovább! Igen. Na most izzadtam le, gyerekek. Igen? Igen! A Bálint tök olyan. Én most miért... szeretném, ha becsatornáltak azt a képet. Én most miért örülök ennyire ennek? Emlékszem, amikor először elkezdtünk együtt dolgozni, és egy valahol vacsiztunk. Mert ugye közel laktunk egymáshoz nagyon, és csomószor, amikor valamit meg kell beszélni, akkor összefutottunk kávére kajálni, és egyszer mind a ketten edzeni voltunk, és este ilyen 10-kor találkoztunk, és egy kajáldában voltunk, és te meg hívtad pont a Bálintot, és mondtad, hogy a Tinivel vagyok, és te meg emlékszem, hogy mondtad a telefonba, ez nekem nagyon fura, már a 30 napja együtt vacsiztak, ugye nincs köztetek semmi! Én nagyon sokáig azt hittem, hogy ti... Dehogy is. Hát nem. Ha tetszett ez a videó, és szeretitek második részt, konkrét nevekkel, hírességekkel, akkor írjátok le a neveket a komment részlebe, dobjatok egy lájkot. Csak fordítva lesz legközelebb, ha lesz. Olyan biztos lehet benne, hogy én még egyet nem vállalok. Csak még fordítva. Kínos voltam, hogy így érezted, hogy... Hát, alig. Ilyen, Puskás Peti bajszánál alig éreztem kínosnak. Kész végem. Ilyen illetve az a videó, reméljük tetszett nektek, hogyha így vagy nyomjatok egy lájkot, kövessetek be minket mindenhol, linkek a leírásban, gyertek át a Broda csatornára, puttoljátok be a részeket. Illetve gyertek át a másik csatornámra is. Én Dezső Bence vagyok, és köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, pótoljátok be az ezelőtti videókat is. Sziasztok! Sziasztok!